Előnarráció a kerengők, Csongor Tünde című előadáshoz. 2017. január 16. 19 óra. Minden elhagyott, lyukas zsebemből kihullott a kevés is, ami benne volt. Most már a remény is. Csak te vagy hű, csak te vagy társ, szűnhetetlen gyötrelem. Tél a szívnek, tél az észnek, kétségbeejtő szerelem. Vörös Marti Mihály, Csongor és Tünde. Üdvözlöm Önöket, Lendvai Zsóka vagyok, az Aku Egyesület munkatársa. A következő pár percben szeretném önöknek bemutatni az Átrium Filmszínház Kerengők Csongor Tünde című darabját. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Az Átrium Filmszínház 2016 tavaszán mutatta be a Budapesti Tavaszi Fesztivál támogatásával Szabó Borbála Kerengők Csongor Tünde című darabját. A darab létrejöttét megelőzte egy beavató színházi workshop, amelyet Magács László, az Atrium Film Színház igazgatója és a darab rendezője, valamint Szabó Borbála, a darab írója szerveztek meg. Ezen a workshopon mai tizenéves diákok vettek részt, akik ötleteikkel segítették a darab végleges szövegének alakulását, az írónővel közösen formálták a történetet, hogy létrehozzák a 21. századi csongor és tündét. A történet Csongor átlagos kamasz fiú, aki éjjel-nappal a számítógépe előtt ül. Minden országot bejárt már, minden messzi tartományt, legalábbis a virtuális birodalomban. De ahhoz, hogy kilépjen a szobája ajtaján, nagy bátorság kellene. Különösen azért, mert édesanyja Miri őrzi ajtaját, nem nagyon szeretné, ha fia kilépne rajta. Csongor keresi az élet értelmét, de vajon mit csinál ez alatt tünde? Mi a nő útja? Ő egy másik világból érkezett, tündérországból, ahol örök béke van és nyugalom, ahol nem ismerik a félelmet és a szenvedélyt. De a szerelemért elhagyta hazáját, és idejött közénk. Még nem sejti, mennyi ellenséggel kell szembenéznie annak, aki boldog akar lenni. Csongor és Tünde két külön színdarab, amelyek végül mégis egybefonódnak. Ami az első részből hiányzik, az ott van a másodikban. Ami a férfiből hiányzik, megvan a nőben, és fordítva. Így érthetjük meg a nagy egészet, az embert. Ez a történet ugyanúgy tündérmese, mint az eredeti, csak a mai virtuális világban kezdődik, mert Tünde egy szimulátorjáték szereplője, és onnan lép át a valóságba. Csongor pedig egy olyan fiú, aki az internet világában él, és nagyon sok mindent megtapasztal, anélkül, hogy kockáztatná a valós csalódást. Írja Szabó borbála a darabjáról. Szereplők: Csongor egy fiú, Fecessin Kristóf. Tünde egy lány, Prohászka Fanni, Mirigy, Boszorkány, Csongor Anyja, Börcsökenikő, Éj, Vencelvera, Balga, Csongor Haverja, Domokos Zsolt, Ilma, egy lány, ebből a világból Tünde barátnője, Boros Anna, Lepukkant ötvenes fickók, Mirigy pasiai, Kurra, Viktor Balázs, Berre, Végzsolt, Zsolt, Kárpáti Pál, Három vándor, Kalmár, Rózsa Krisztián, Formán Bálint, Fejedelem Horváth Szabolcs, Tudós, Borsányi Dániel, Ledér, Piti Emőke, Pultos, Szatai Zsófia. Alkotók, Író, Szabó Borbála, Látvány és Díszlettervező, Babos Zsili Bertalan, Nyirám Márton. Jelmeztervező, Müller Kata. Film, Fila Zsófi. Operatőr, Kis Gravi András. Animátor, Rostás Zsolt. Zene, Kovácsovics Dávid rendezőasszisztens Szatai Zsófia, rendező Magács László. Színpadkép. Ebben az előadásban a színpadképet két részre lehet bontani. Az egyik rész hagyományos módon a színpad deszkáin történik húsvér díszletelemekkel. A másik rész mozgó és állóképek formájában kerül kivetítésre, a teljes színpadnyílás takaró kifeszített tül anyagra. A textil az előadás alatt mindvégig kifeszítve marad, ezen a rétegen keresztül láthatja a néző a deszkákon zajló eseményeket. A két térben párhuzamosan futnak a történések, így lehetséges a valóság és a virtuális világ egyidejű megjelenítése. A színpadi világítás és a vetített képkockák megjelenítésével együttesével lehet elérni és befolyásolni, hogy a nézők éppen a színpadi tér melyik részét láthatják a valóság képe. A színpad közepén, a színház raktárában korábbi előadásokból megmaradt, fémtárgyak újrahasznosításából készült, leginkább egy hatalmas almafára hasonlító díszlet áll, amely két és fél-három méter magas, talapzat a trapéz alakú fémlemezekből áll. Erre hegeztettek rá több vas és rézoszlopot, hajlított csővezeték darabokat és egyéb rudakat. Ezekre számos, korábban kiselejtezett régi műszerek mérőóráit helyezték el. Erről az oszlopos részről, amely akár az almafa törzse is lehetne, lenyitható mind a két oldalon egy-egy pult, illetve azt alkalmatosság, amelyek a darabban csongor szobáját, illetve a szórakozó helyet jelenítik meg. Az almafa belső részéből vastag, drótokból összefont ágakra emlékeztető nyúlványok indulnak bal és jobb irányba. A fán három lavornagyságú részgömböt függesztettek fel, amelyek adott pillanatban világítanak, rajtuk az Apple logója jelenik meg. Az előadás folyamán, amikor az almafa szőkők útta alakul át, a talapzat elé állítanak egy félkör alakú, kb. 30-40 cm magas kerítést, amely mögött el lehet bújni. A darabban játszik még három darab, körülbelül fél méter magas plexi, átlátszó lapokkal fedett vasrácsozatú kocka, ezekből épül fel a bolti pult, illetve a pad a parkban. Virtuális valóság, a vetítés a virtuális valóságot a tülfüggönyre vetített, Warcraft számítógépes fantazijáték színterei és szereplői alkotják. Harcosok, orkok, tündérek és különböző kitalált figurák, akiknek küldetéseket kell teljesíteniük. A játékban megjelenő alakokat a játék felhasználói alakítják ki és irányítják. Több felhasználó összeállhat egy csapattá, hogy közösen teljesítsék a küldetéseket. A darabban Balga és Csongor ilyen játékot játszanak, ők is csapatot alkotnak. Játék közben csongor valóságosan a színpadon van, balga arca viszont csak virtuálisan Skype-jelenik meg a képernyő, vagyis a tülfüggöny bal felső sarkában. A képernyőn illetve a függönyön azt is olvashatjuk, amit a számítógépen gépelnek, azaz csetelnek a játékosok egymással. A darab folyamán a billentyűzet hangja jól kivehető, könnyen megkülönböztethető az egyéb hangoktól. Előfordul, hogy bizonyos szinterek csak vetítve jelennek meg. Ilyen részletek például Budapest utcái, a Szabadsághíd, a Dunapart, a Károlyi kert parkja, asztallal és padokkal. Szereplők és jelmezek Csongor, fiatal, tizenéves srác, szőke, magas, vékony testalkatú, vászonnadrágot, bebújós pulóvert, inget és porcipőt hord. Balga, fiatal, tizenéves rác, öltözetes sportos, lezser, ingei színesebbek, mint csongoré és mintásak. A játszik fejére húzza vastag pulóvere kapucniát. Ördög fiak, ötvenes pasik, mirigy barátai. Meglett férfiak rendezetlen öltözetben. Egyikükön gyakran kinyílik a bőrhatású Jackie, ami alatt nincs ing. A másikukon gyűrött az akó, a harmadik figurán kertésznadrág van kockás ingel. Ő egy kötött sapkát is hord a játék alatt. A három vándor, a fejedelem, a kalmár, a tudós. Fejedelem, középkorú jóképű férfi, szépen nyírod pofaszakállal, hanyag, elegáns öltözetben. Fején divatos kalap. Kalmár, jómódú, középkorú férfi, elegáns öltözetben. Fekete nadrágot visel, fehér ingel, alatta atléta feszül. Tudós, fiatal, kövérkés középkorú férfi, kínosan pedáns, konzervatív, kisfiús öltözetben, világos nadrágjához, a nadrág derekánál szorosan betűrt kockás inget visel. Tünde, fiatal, tizenéves, hosszú hajulány. lány. Ruhája fehér, tündérruha. A szoknyarész elől térdig érő, hátul hosszú, kifelé bővülő fazon. A ruha felső része dekoltált, a nyakrésznél 10 cm magas, felálló fodor díszíti. A ruha ujjai a váltól a könyök felé haladva erősen bővülnek. A fején a játékban van két kb. 10 cm-es fehér szárnyacska, hajpántra rögzítve. Ilma, fiatal, tizenéves lány, hosszú göndörhajjal. Öltözete vagány, fekete bőrhatású, ávonalú rövid szoknya, fekete bőrcseki, fekete csipkével díszített blúz, fekete bokacsizma. Feje tetején trendi napszemüveg. A darab elején és a videóban is, ahol megjelenik, fején kb. 10 cm-es fekete szárnyacska van hajpántra rögzítve. Mirigy, idősebb, telt karcsú nő, haja vörös, válligérő, érő, fekete ruháját fekete-fehér kendővel takarja. Ledér: magas, karcsú, dekoratív fiatal nő, haja festett, szőke, a válláig ér, ruhája testhez simuló, kihívó, kék színű mini ruha, magas sarkú szandával rajta éj, egy kivetített, nagyon idős női arc, telistele ezernyi ránccal, a szemek barnák és sötétek, az arc képe, akár a hold, teljes terjedelmében betakarja a tülfüggönyt, óriásként nehezedik a nézőre. Technikai információk Az előadás hossza 125 perc, egy szünettel. Helyszín, Átrium Filmszínház, Budapest, második kerület, Margit körút 55 megközelíthető 4-6-os villamossal, a Megvártliget megállóból pár lépés sétálva. Látássérülteknek az előadást akadálymentesíti az Aku, az Akadálymentes és Korlátlan Kultúráért Egyesület. Az aktuális narrált előadásokhoz kapcsolódó információkat megtalálja az Átrium Filmszínház és az Aku Egyesület hollapján, illetve az Egyesület Facebook oldalán létrehozott esemény meghívóban. Az előadás narrátora Petneházi Emőke.